Kezdjük el a bemelegítést, jó? Parti kicsi nyitál már. Tóth Ivánnal beszélgetünk, aki nemrégiben érkezett a DMTK labdarúgó szakosztályához, az utánpótlás csapatokhoz. Milyen szakmai tapasztalattal érkezett ide hozzánk? Hát elég nagy szakmai tapasztalattal. 14 évig voltam a Honvédnál, mind játékos, utána mind kapusedző. Ugye benne voltam a bajnok csapatban is, úgyhogy 9-10 évig kapusedzőként dolgoztam. Aztán ugye vége lett a szerződésemnek, és akkor így adta a sors, hogy ide kerültem az utánpótláshoz. Rendelkezik egy olyan képesítéssel, ami csak 13 embernek van meg az országban. Igen, mi végeztük el legelsőnek ezt az A-licenszet, az UEFA A-licenszet, 13-an. De azóta, hogy sikerült elvégezni mások, nem tudom, hogy a vírus itt keresztül húzta a számításokat, és erre nagyon büszkék vagyunk, mert Magyarország megkapta azt a lehetőséget, hogy mi magunk képezzünk kapusokat, és már a kapusokat, hanem a licenszre való edzőket. Lépjen nyugodtan belőle. Azaz, lépjen, hogy van. Még egy kis csere. Vigy be a labdát, hol meg húz be. Miben tér el egy kapus fejlesztése a mezőnyjátékosokéhoz képest? Hát sokban izomzattól is, bár izomzatban majdnem ugyanazok, de más mozgások van. Szóval többet dolgozunk felsőtestre, mint ők, már úgy, hogy a védések miatt, ugye a válizmot, meg ezeket meg kell erősíteni. A labdafogás, ugye a játékosok ne érjenek kézzel a labdához, az egyértelmű. Úgyhogy itt nagyon sokat kell ugye labdát fogni, vetődések. A lábbal való játék az már kezd majdnem ugyanolyan lenni, mint a játékosokért, sőt most már el is írják, hogy kötelező, ugye mind a két lábba jó rúgni, ívelni. Hát cselezni nem nagyon muszáj, azt azért nem nagyon szeretjük, hogyha valaki elkezd cselezni a kapuba, de ha olyan a szituáció, akkor persze azt is kell gyakorolni. A következő van, rárugod a labdát, valamint hogyha a védőtől kapnál egy labdát. Ugye hazaadja, átveszed, és pontosan ott jó, kicsit menjék ilyen, hogy pontosan a majdnem, és a patikot meg kell játszanod, jobba a balla, jó? Megvan? Megvan a labda, leveszed, gurítod vissza, te passzolod rá a másikat. Mikor visszagurította, akkor mehet. Mehet. Gyere följebb egy kicsit, följebb. Mely korosztályokat fejleszti most az utánpótlásnál? Hát a 15-től főfele. Az általában 4-5 ember van itt az edzéseken, egy van, amikor egy-kettő kiesik, volt, aki vírus miatt esett ki, volt, akinek más elfoglaltsága volt, és őket edzem. Hogyan épül fel egy edzés, például a mai napon mi vár a focistáinkra? Hát most ha elmondanám a hetet, akkor általában ugye én a felnőttekkel is dolgozom, ugye akikkel minden nap együtt vagyok, akkor a hét elején szokott olyan erősebb lenni, a hétvége fele inkább a technikai megy, de hét elején is megkövetelem a labdafogás, hogy ugye ne legyen az, hogy össze-vissza ütögetik a labdát. És akkor most például nekik a utánpótlásnál kedden volt egy erősebb edzés, lábbal való volt, az is benne volt, akkor most inkább technikai edzés van, labdafogások lesznek, meg beadások és abból indítások. Kifelé kell. Nem, amit mondtál. Mit mondtál? Akkor arra ki, közepére. Azért, mert te itt állsz, de viszont a szituáció úgy hozza, edzésen is kreatívak legyetek, akkor nem ide rúgom vissza, hogy belém rúgjod, hanem arra ki közelítve. Jó? Jó. Szóval azért, mert én azt mondom, hogy oda kell rúgni, az akkor, mikor tisztán oda tudod rúgni. Ha nem tudod oda rúgni, mert úgy veszed át, akkor meg oda középre, föl. Gyere, értem! Ja! Ez az, és a hangod! Nyugodt vissza! Gyere! Ja! Ott megállsz egy pillanat és indítasz. Gyerünk! Az eddigi tapasztalatai alapján, amennyi időt eltöltött itt a DMTK-nál, milyen kihívásokat lát a kapusok fejlesztése kapcsán? Hát van kihívás minden utánpótlásnál, úgyhogy csiszolni kell őket, mert itt van, aki 18-19 éves, és vannak benne olyan rossz rögződések, amit át kell, ugye helyes módba kell terelni, de az nem olyan egyszerű, hogyha mondjuk valakinek sok úgymond technikai hibája van, előfordul az is, azt ugye egyszerre nem lehet, azt fokozatosan kell, mert ha valakit ugye egyszerre 4-5 hibát ki akarunk javítani, egy technikai hibát, abban szétesik a mozgása. Úgyhogy van kihívás bőven. Általánosságban az utánpótlás képzés kapcsán lát-e olyan pontokat, amelyek fejlesztése hatékonyabbá teheti a focisták fejlesztését?
Igen, úgy mind a focistákért, mind a, hát inkább a játékosokért, én úgy szoktam mondani, a játékosok meg a kapusokért, mert ugye mindegyik focista, bár van olyan vezető az NB1-ben, aki azt mondja, hogy a kapus az nem focista. Úgyhogy persze látok olyan pontot, hát a legfontosabb az utánpótlás. Az utánpótlás nem van, szakembereknek kéne az edzéseket tartani, akik hitelesek. Szóval ha most lebontom csak a kapusokra, akkor szerintem olyan kapus edzőknek kéne tartani az utánpótláson az edzéseket, akik védtek valamikor NB1-be vagy NB2-be egy jó pár meccset, mert ők tudják megmondani, hogy hogy helyezkedjenek, hogy hogy fogja a labdát. Szóval ezeket a technikai részeket, mert ha egy gyerek rossz képzést kap már gyerek szinten, és eléri azt a 18 éves kort, és belerögződik ez a rossz technika, akkor egy felnőtt kapus edzőnek nagyon nehéz már javítani a jó technikára, mert ha 4-5 technikát javítunk, ugye ezt említettem már, akkor szétesik. És egyébként a legfontosabbnak én azt látom, nem csak a kapusoknál, hanem a játékosoknál, hogy olyan edzőknek kéne tartaniuk az edzéseket, és most itt már bántam itt a szakmát, ha már úgy itt az utánpótlás, mert nem arról van szó, csak így általánosságról beszélek, hogy sokat tapasztaltam más csapatoknál is, ahol voltam, hogy az utánpótlásnál, hogyha nem megfelel a képzés, akkor ne várjuk el, hogy nagyon jó játékosok vagy nagyon jó kapusok kerüljenek ki. Szerintem ez a legfontosabb, hogy jó, hiteles szakemberek dolgozzanak. Mint a Magyar Kupa 11-es ölőjének tartják, hiszen a büntető védéseinek köszönhetően nyerte meg például a Budapest Honvéd 2007-ben a Magyar Kupát. Mit gondol erről, és a kapusoknak tanítja-e kifejezetten a 11-es védést? Hát igen, szerencsére UEFA-n is megfogtam 3-11-est, és ez visszamenőleg akár a Honvédnál, ugye ott voltam elsőnek kapusedző, ott is, hogyha megnézzük az összes kapuson parádésan védte a 11-eseket, itt is a nagy csapatnál elmondtam, az utánpótlásnál is elmondtam, meg el fogom mondani nekik, hogy mi a titkom, de ezt nem szeretem kiadni. Szóval azóta a nagy csapatnál is volt, hogy 3-10, akkor megfogták, és akkor volt a kapuson, aki mondta, hogy hát ezt nekem köszönheti, mert hallgatott rám. És megvan egy titkom, de azt nem árulom. Egyszer volt egy edző, aki megkérdezte, hogy aktív voltam, hogy hogy védem a 11-eseket. És akkor mondta, hogy ezt nem fogom megmondani. És akkor mondta, hogy miért? Hát mondom, mert még fogunk egymással játszani. És akkor előjénk az, hogy van egy-két, hogy mondjam, dolog, amit elmondok nekik, az más kérdés, hogy ezt ők megfogadják a meccsen, vagy nem, az az ő döntésük. De általában meg szokták fogadni. Akkor ezt a titkot mi sem firtatjuk. Köszönjük szépen! Köszönöm!